Vállalkozás életre vagy halára. Hát ez egy nagyon drasztikus cím, tudom, de semmi gond, meg fogod látni, megvan az oka, megvan az értelme. Ami ma van, ami ma történik veled, az hónapokkal ezelőtt indult, és erről fogom beszélni, úgyhogy üdvözölek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Akkor kezdjük is el! Vállalkozás életre-halára, ez már minden a te halálodra a vállalkozás szempontjából, ez tényleg így van. Tehát nagyon sokan nem veszik észre, de valójában életre-halára megy ez a dolog, hiszen ezt a vállalkozók többsége, mármint vállalkozóként, nem biztos, hogy túl fog élni. Tehát ez, ez egy olyan helyzet, ami most kialakult, amely szemben a korábbi válságokkal, ami főleg pénzügyi oldalról jött, ez egy egészségügyi oldalról jövő válság, ami egyébként egy kritikus időszakban, tehát olyan időszakban, amikor túl eladósodottság van, tehát magától is jöhetett volna egy, egy pénzügyi válság, plusz még ehhez fog jönni egy félelmi, bizalmi válság is, ami inkább bezárja az emberek egy jelentős részét otthonra, és a fogyasztást drasztikusan visszaveszik. Szóval tényleg úgy van, hogy lehet ez könnyen venni, mint a koronát, lehetséges, hogy nálad nem lesz nagy szövődmény, hanem könnyen átmész rajta, mint vállalkozás, de az is lehet, hogy lélegeztetőkép gészülékre kell kerülnöd, de lehet, hogy az se segít, ott is ugye azt mondják, hogy 40-60% között meghalnak. Tehát nagyon fontos megérteni a koronavírus jó példa egyébként, vagy hát szomorú példa, hogy ma, amikor arról beszélnek, hogy hát persze nő a száma a betegeknek, de nem nő annyira a halálozás, ha bár Magyarországon már ez is ez se igaz. De ami a lényeg, hogy minden, ami történik a koronában, az 2 3 hét múlva mutatja meg a hatását a való világban, tehát a korlátozásoknak két 3 négy hét múlva kezd el hatása lenni. De most ugyanez igaz a vállalkozásodban. Tehát ha bármit most megteszel, ami változás, a legtöbb esetben a vállalkozásokban 2-3-4-7, de inkább 2-3-4-6 hónap múlva lesz meg az eredménye. Ha elkezded most átalakítani a költségstruktúrádat, elkezded átalakítani a marketingedet, elkezded átalakítani a kommunikációdat, annak biztos kell 3-4 hét, amire egyáltalán a látható látszata meg lesz. Tehát ne abba gondolkoz, hogy valamit meglépek, és azonnal meg lesz az eredménye, és ha nincs meg az eredmény azonnal, akkor nem jól csináltam, vagy, vagy em, ennek nincs értelme, vagy ez így nem jó a legtöbbször idő kell, elég sok idő, hogy a valóság kövesse a döntéseidet. És ebben egy jó példa ez, hogy amit ma döntesz, annak hónapok vagy évek múlva lesz hatása, így írd meg, hogy mekkora visszaesésre számítasz te magad. Az érdekes, hogy ezt írjad meg, egyrészt én is kíváncsi vagyok rá, másrészt magadnak is. Ha ezt a hozzászorástan a visszanézett három 4 hét múlva, akkor rá fogsz jönni, hogy mennyire reálisan tudtad megjósolni. azt magadnak is egy e-mailt egyébként, csak nehezen tudod időzíteni, de itt a megjegyzésben megírod, hogy szerinted milyen visszaesésre számítasz, akkor a cégedben, akkor, akkor, mindenképpen hálás vagyok, és megköszönöm neked. Meg nyilván másoknak is látható lesz, és te írd oda az iparágat mellé, hogy milyen iparág, nem kell a cég nevét, semmi egyebet. De mi a lényeg, hogy az azért annyira nem lehetünk naívak, mint amikor elindult, emlékszem, 2008-as válság Amerikába, hát ott marad Amerikába, puff, bejött Magyarországon, nagyot csattan. Vagy amikor azt gondoltuk, hogy ó, oh, hát ez a Wuhani vírus, ez Kínában van, ez egyebek, puff, ott már nincs egy se ezt egyébként festom fogni, nem is értem, hogy hogy, nincsen abszolút, tehát nem terjed, holott mindent feloldottak, vagy mégse. Ugye ez is egy téves dolog. De ami a lényeg, hogy egyszerűen begyűrűzik, és hol működik, vagy hol működik, hol uh, gyorsult fel sajnos a halálozások száma az utóbbi hetekben, az egyik legerősebben, át Csehországban is persze, meg, meg Franciaországban is, de Magyarországon aztán teljesen a lovak közé van dobva a gyeplő, magára van az egészségügy, de ezt nem akarom mondani, ezt tudod magadtól is. Szóval egyszerűen nagyon fontos, hogy nehogy abba a tév, abba a hamis biztonságérzetben legyél, hogy ez téged nem érint, mert te mondjuk annal foglalkozol, amit nem zárnak be. Persze nem zárnak be, de nyilván, amikor bezárják az éttermeket, bezárják a, a turizmus, és egy csomó minden területet bezárnak, amikor bezárják mondjuk Szlovákiában úgy hallottam, hogy ezen a héten bezárják az összes autógyárat, amikor nem gyártanak az gyerek akkor a beszállítók, Magyarországon van egy pár, a beszállítóktól se fogják kérni az alkatrészt, és itt tovább, és itt tovább, és itt tovább, tovább, és ez begyűrűzik, és azok, akik, akik, ott dolgoznak, az nem fognak újabb lakást venni, vagy újabb dologra költeni, közben az infláció, tehát neked elképzelhető, hogy bármely is foglalkozol, az élelmiszer drágulás miatt is kevesebb pénz marad az elkölthető büdzsében a családoknál, és ezért szerintem piszkosul észnek el lenni. Tehát amikor már a baj megvan nálad, akkor már késő lesz olyan váltóállítás, olyan döntéseket hozni, amiket ma most meg tudsz tenni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne csak pozitív hozzáállásod legyen. Én utóbbi időben elég sokszor mérgelődtem azon, hogy a pozitív hozzáállás, ó! Ha pozitív a hozzáállást, akkor minden majd megoldódik, ha pedig, ha pedig nem, akkor te voltál a hibás, mert nem voltál egy pozitív hozzáállás, bevonzottad a vírust, bevonzottad a rákot, bevonzottad a válságot. Na most figyelj ide, én nem tudom, hogy te mennyire hiszel ebben, de azért az emberek 95%-a pont ellenkezőleg történt, hogy eszük ágába se volt hinni abba, hogy a vírust el tudják kapni, vagy hogy megtörténhet velük az, hogy mondjuk elvesztik a munkájukat, és nem tudják fizetni a hitelüket, és pont akik a pozitívan álltak hozzá, azok mennek sokan a falnak, akik pozitívan hittek vakon a dolgokban. Ehhez azt mondja Maxwell is, hogy pozitívan cselekedj, pozitív cselekedeteid legyenek. Megszel abban, különbözteti meg, és ez nekem nagyon-nagyon-nagyon sokat jelentett a, a, a világnézetemben, azt mondja, hogy ne pozitív legyen hozzáállásod, mert az annyit jelenthet csak, hogy hiszel abban, hogy a dolgok jóra fordulnak, hanem pozitívak legyenek a cselekedeteid, ami arról szól, hogy hiszel abban, hogy a dolgokat jobbra fogod fordítani te magad. És hogyha megvan ez benned, ami nekem egy nagyon nagy felszabadulás, hogy oké, okay, akkor nem várnom kell valakire, hanem én tőlem függ, az én felelősségem, tudom, hogy sokan megijednek, nekem ez pont a megnyugtató, az, na jó, hát ha csak tőlem függ, vagy főleg tőlem függ, nem csak, ez nem teljesen igaz, de főleg tőlem függ, akkor, akkor nem, nem, kell, hogy féljek, mert, mert magamban igen, bízom, remélem te is. Úgyhogy tudod-e, hogy mi ez? És egy kis példát hadd neked a vitorlázásból erre az egész válságkezelési helyzetre. Ha nem tudod, hogy mi ez, ez egy hajónak, egy vitorlás hajónak, nem nagy hajónak, annak nem felelne meg, de egy vitorlásnak, vagy egy motoros jachtnak a mentőszigete. Ez egy olyan dolog, ami egyre sok ezer euróba kerül, időnként ellenőriztetni is kell, de ami a lényeg, hogy minden hajón ott van, van a dekken, vagy valahol el van rakva a dekkalat, alatt, el van dugva, de az a lényeg, hogy nagyon gyorsan elő kell tudnod húzni, mert ugyan nem készül egyetlen egy hajó tulajdonos se, egyetlen egy kapitány arra, hogy elsőjed a hajója, de kell lenni egy mentőszigetének, hogy megmentse az embereket. Van neked mentőszigeted? Van neked a vállalkozásodban mentőszigeted? Föl vagy készülve? Tudod, hogy honnan kell azt előhúznod? Vagy mindent föltettél egy lapra, és azt mondod, ó, oh, szép az idő, ah, sose süllyed el, úgy, mint a Titanic, és nem is kell nekünk mentősziget. Szóval ezen gondolkozz, hogy mi a mentőszigeted? Mert én, mint vitorlás kapitány, ha vihar várható, akkor a part közelében hajózunk, és tudjuk, hogy hol a legközelebbi biztonságos öböl vagy kikötő, tudjuk, hogy hol vannak a mentő mellények, és még nincs vihar, még fürdünk, még jó a kedvünk, de föl vagyunk készülve a lehetőségre. És ezen pánikelt, és felkészülés. És ráadásul tudod, amikor már, amikor jön a, a, radar, a veter, a időjárás radaron, illetve az erőjelzésben megjelenik, főleg a Orrátországban a vitorlázó nagyon jó az erőjelzések és a a, ezek a bizonyos időjárás radarok nagyon jól működnek. Már látod, hogy jön feléd a vihar. Egyértelműen a mozgásából látszik. Már látod, hogy kettővel hárommal arrébb uh, villámlik, fekete felhők vannak, és még nálad, még nálad süt a nap, még nálad uh, szélcsen van, sima a víz, <laughs> vihar előtt, sima a víz. Akkor azt gondolod, hogy bármely kapitány azt mondaná neked egy értelmes, és bármely legénység ó! hogy oh, álljunk hozzá pozitívan, nem kell semmit csinálnunk, álljunk hozzá pozitívan. Nem, hanem megteszel azokat a lépéseket, amikor már, már látod, hogy közelek feléd a probléma, hogy, hogy ellenlépéseket teszel, amivel legalábbis biztonságban helyezed magad, de attól még nem ugrasz ki a hajóból, nem hagyod ott és mászol ki egy sziklára, hogy jaj, úgyis el fogunk süllyedni, hanem fölkészülsz. És ezt javaslom neked, hogy készülj föl. Most már ott állunk, ez látható, ezt, ezt nem tudod elkerülni, akár mennyire pozitívan süket vagy a, a világ történéseire. Ez látható, ami a hajónál, hogy a radaron ott van már a vihar, már láthatod a villámokat, ami még nem nálad csap le, hanem pár száz méterrel vagy pár kilométerrel arrébb, már még a se hallod, lehet, de már látod a villámokat. Már látod, hogy a villám belecsapott az éttermekbe, belecsapott egy csomó területbe, előbb-utóbb a vihar vagy így vagy úgy meg fog találni. Tehát készülj föl mindenképpen. John Maxwell egy igazi pozitív ember egyébként. Tényleg egy igazán pozitív ember. De még ő is kimondottan a GMT, tehát a John Maxwell team, magyarul a mi, mint kócsoknak, mint a belső körének készített külön egy tananyagot arra, hogy hogyan vezessük át a vállalkozásunkat egy válságon ami előtt most állunk, vagy mert most megyünk bele. Úgyhogy én még ő is készített erre egy, egy, tanítást, és ezt a, ezt a tanítást én elkészítettem magyar nyelven, a videó alatt hozzá fogsz tudni férni. Egyébként nagyon fontos gondolatot, hadd mondjak még, amit egy filozofista hallottam a, a minap, hogy a társadalmak és az egyének is a legtöbbet válságban fejlődhetnek. Nem azt jelenti, hogy minden válságban jó következtetést vonunk le és fejlődünk. Valószínűleg ez a 2000, nyolcas válságban nem ennyire történt meg, de minden esetre a válságot tekincs lehetőség arra hogy fejlődj, hogy nőni tudj, hogy új pozitív tulajdonságait fejlődhessenek ki. Úgyhogy ez lesz egyébként egy egy tréningünk, nem ehhez pont, de ebben a témában a John Maxwellnek az első olyan tréningje, amit én elhozok Magyarországra, ez pedig egy workshop lesz, nem is tréning, egy vezetői workshop, méghozzá hogyan legyünk hatással másokra. Ez lesz november 21-22-én egy kétnapos workshop lesz, egészen sok gyakorlattal interaktív workshop lesz. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen élvezd a napsütést még, élvezd, hogy még minden jó, nem kell levonulnod a bunkerba, vagy nem kell, nem tudom én, félelemben meghalnod, de felkészülnöd akkor is kell. És én nekem az a legfontosabb vágyam, vagy küldetésem, hogy ezt, ami jön, és amit nem Magyarországon, nem mi szültük, nem mi találtuk ki, és nem is a te hibád, ami történik majd veled, ezt a lehető legjobban, a legtöbben túlöljük pont úgy, mint a koronát, hogy ne legyenek komoly halálozási vagy szövődmények a cégedben, amit sose heversz ki. Ezt kívánom neked, ez készülj föl, a videó alatt találsz egy tananyagot, amelyre azt gondolom, hogy jelentősen meg tudod növelni a céged biztonságát, ami egy az egybe a Maxwell Trainingnek, amit nekünk készített a magyar változata. Mindez hozzáférsz a videó alatt. Úgyhogy sok sikert kívánok neked, találkozunk holnap, vagyis lehet, hogy holnap után attól függ, hogy jössz a napi vitamin próra. Sok sikert kívánok neked, és jó egészséget!